Színpadon a kalóz. Mutatjuk, milyen volt a Nagy Iván Balettgála, és közelebbről megismerhetik Haja Zsoltot, a 2024-25-ös évad frissen kitüntetett kamaraénekesét is. Már látható az Operaházban a kalóz kalandokkal és szerelemmel teli feszülten izgalmas története. A darab részleteit művészeink közreműködésével ismerhetik meg. Nemrég megkapta a Hattyú díját, és ő lett a 2024-25-ös évad egyik kamaraénekese. Most pedig betekintést enged magánéletébe is, miközben persze szakmai dolgokról is mesél. A színház falain kívül a Balatonon találkoztunk Haja Zsolt operaénekessel. Nagy Iván emlékére tartott gálát a Magyar Nemzeti Balett, amelyen a világ legjelentősebb társulatainak szólistái és az Opera Balett együttesének művészei tisztelegnek a mester nagysága előtt. Ez a Magyar Állami Operaház magazin műsora. Gyüdi Melitta vagyok. Kezdődjön az Opera Café. Életveszély és hajótörés, szerelem, árulás, megmenekülés. Ez a kalóz néhány szóban, de mi persze mélyebben is megvizsgáltuk a művet, és a balettpróbák során kapott tanácsokról, az úgynevezett korrekciókról beszéltünk a balettművészekkel. Akinek ez az első alkalom balettmesterként. Itt már nem csak egy feladatra kell koncentrálni és egy szerepre, mint annak idején, amikor táncos voltam, akkor kizárólag a saját karakteremmel kellett foglalkoznom, de most azért ebben a darabban nagyon sok különböző személyiség van. Másoknak az első alkalom a darab főszerepében. I have never actually danced corsair before. You can't be showing that you're jumping or you're turning. It all has to look like, you know, it's you're floating and on air. Ez a kalóz próbája a balett stúdióban. A kalandokkal teli feszülten izgalmas történet egy kalózkapitány és egy pasa versengése egy rabszolgalányért. A műben épp úgy helyet kap a szerelem, az árulás, az életveszély és a hajótörés, mint a végső megmenekülés. A balett cselekményét az angol romantikus költőnemzedék óriása Lord Byron 1814-es híres verse a kalóz inspirálta. A Párizsi Opera 1856-ban mutatta be, az Adolf Adam zenéjére készült Joseph Mazilié koreográfiában. Későbbi verziói is ismertek. 1997-ben koreografálta sajátját Anna Marie Holmes a Boston Ballet számára, amelyet 2017-ben Solymosi Tamás balettigazgatóval közös új verzióban a Magyar Nemzeti Balett művészeinek előadásában láthatott először a budapesti közönség. Voltam olyan szerencsés, hogy én még első kézből a koreográfus hölgytől tanultam meg ezt a darabot. A technikai dolgok terén én úgy érzem, hogy ott nincs nehéz dolgom. Egyrészt nagyon jók a táncosok, és a kalózt nagyon sokszor táncoltam, ezerszer csináltam, tehát az lényegében a próba alatt megszületik. Mindenre kell figyelni, nem csak a technikai elemekre, hanem a színészi játékra is, és hogy az egész előadás olyan millióbe zajlódjon, mint amikor Anna Holmes itt volt velünk, és ezt színpadra rakta. A mű érdekessége a sodró lendületű sztori, magas kivitelezettségi szintet igénylő, technikailag nehéz elemekkel. Így a történet és a forma szerelmesei számára is egyaránt tartogat maradandót. I would have to say it's both the story, but it's also very beautiful ballet where we actually dance. In the first of Le Corsair, the pirate dance, for example, of course there is also a lot of formations and a lot of dancing, but still you always have to act and have fun basically on stage. As a corps de ballet dancer, you're not only standing, you're also moving, so you cannot forget yourself. You still have to be presentable because you can see everybody. It's three acts, so it can't just be completely all technical.
the thing is that there is a lot of technique. So there's a lot of jumps. The man, the woman, Conrad, yeah, with Medora, the slave, everyone has some sort of technique. The main thing is to not show that you're working, that you're turning and you're jumping. It should be coming from an understanding of why you're doing these jumps and these turns. It is a storytelling ballet for sure. I think Corsair has a lot of technique. I think all of the characters have a variation, a chance to show something technical. But at the same time, the style is a lot of character dance. He was like on the almost there out. A szólisták és a tánckar is különböző visszajelzéseket, úgynevezett korrekciókat kap a kifejezéssel, a térpozícióval, vagy az energiamenedzsmenttel kapcsolatban. Én szeretem, amikor valami félre ne értsétek, kicsit szájbarágos. A táncosok, amikor már nagyon sokszor csinálják, akkor egy kicsit összemosódnak a dolgok, mert azt hiszük, hogyha mi tudjuk, hogy miről van szó, akkor biztos a néző is érti. De a néző, aki akkor látja először, annak nagyon érthetően kell tálalni ezeket a dolgokat, hogy a sztorit megértse. For me, this ballet requires a lot of turning. I think that would be the most difficult for me. There's actually a lot of moments where you can save the energy. Alia was telling me how I should be saving energy. For the first act, both Conrad, so Louis, and me, we both start from jumps, which actually is quite difficult to start a ballet because you're not fully warm. But the thing is that if you warm up too much, then your legs might get tired. So that would be the second act, and it's actually nice because we start with like a small parada, and then we go into the bigger one, and then we have another one. It's quite a killer actually because you're already tired at that moment. There's a saying from the technique called Gaga, so it's connect your pain to your pleasure. So kind of that's the moment where you should be like you're dying, but you should be like, you know, trying to just relax. For this role, mostly the corrections are about technical stuff, about formations, about all sorts of movement. For us, the flowers, for example, these things that we have to hold, we have to move with them. So it is quite difficult and quite heavy. And of course, for any corps de ballet dancer, it is very important to always keep the lines, to always be in the music, to be together, because this is the most beautiful part when everybody is together. There's still corrections for the geography, the GPS, whatever you want to call it. But really, we don't want to set it too much, because on stage, there might be some differences. The most important corrections is where to take your time, where to relax and be calm and enjoy the rest, and where to push. A technika tökéletes elsajátításán túl a táncosoktól kiforrott színészi képességeket is elváró fordulatos, látványos balett június végén látható az opera műsorán. Most pedig következzen rövid hírrovatunk. Humoros helyzetek, könnyed és szellemes zene. A sevillai Borbély a Margit szigeten. A Vígopera irodalom egyik legkedveltebb és legtöbbet játszott darabja Rossini műve nem hiányozhat az opera repertoárjáról. A 2023-24-es évadban K.L. Csaba korábbi rendezését újítja fel a Dalszínház. Az előadás 2024. június 29-én a Margit szigeti színház szabadtéri színpadán debütál, majd következő évattól az Operaházban is látható lesz. Nyári előadások nem csak szabadtéren, hanem az Andrássy úti Íbő palotában is lesznek. Olyan slágeroperákat láthatnak a következő hetekben, mint az Ajda, a Rigoletto, a Traviata vagy az Állarcos bál.
folytassuk ismét balettel, mégpedig Nagy Ivánnal, a nemzetközi hírű balettművész, többszörös balettigazgató, a Magyar Állami Operaház művészeti főtanácsadója 2014-es hirtelen halálával nagy űrt hagyott az együttes tagjaiban. Emlékére évente nemzetközi balettgála estet rendez az opera. Az összes olyan padödő, illetve koreográfia, amit láthat a közönség, ez mind fantasztikus, brilliáns. A műfaj quintesszenciája, mind technika, mind stílus szempontjából a legmagasabb színvonalú művek az opera egykori legendás alkotója Nagy Iván előtt tisztelgő gálán. Nem csak a táncosokat, a művészeket varázsolt el, hanem az irodát is, illetve mindenkit, akivel ő dolgozott. Nuda, da, yes, 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 yes. A 8. nemzetközi Nagy Iván balettgála a 2014-ben hirtelen elhunyt balettművész, többszörös balettigazgató után kapta nevét. Emlékére évente nemzetközi balettgála estet rendez az opera, amelyen a világ legjelentősebb társulatainak szólistái és az opera balett együttesének művészei együtt vesznek részt. Ivánnak az itt eltöltött néhány éve, amit együtt tudott dolgozni az együttessel, nagyon meghatározó volt. Nagy sikert aratott az Adolf Adam zenéjére és Anne-Marie Holmes koreográfiájában készült balett a Kalóz padödője. Láthatta még a közönség a Marius Petipa koreográfálta Ricardo Drigo zenéjére született Talizmán padödőt, valamint az egyik legnehezebb és legkülönlegesebb padödőt is a világon, a Cesare Pugni zenéjére Jules Perrault koreografálta La Esmeraldát, melynek a próbáin jártunk. Se plie, on znajet kak da nada forzdajes, da? It's going to be my premiere. I'm a bit nervous, but I think everything will be fine. Esmeralda Padede, I've done it last year, so it's kind of I can enjoy and repeat and make it better. Esmeralda Padede is one of the hardest padede for men. It's a challenge. So yeah, we have a lot of lifts, a lot of turning here, jumping. Physically difficult, and there's a lot of turning, a lot of jumping. Most variations of men in any padede are three parts. They're quite short. And then the girl's variation can be like 2-3 minutes long. Here it's the opposite, which is really nice for the girl because we have some time to just kind of rest. A modern koreográfiák kedvelői sem maradtak elégedetlenek, az osztrák és dán zeneszerzők zenei anyagára készült Harald Lander mű, az opera és a Magyar Nemzeti Balett repertoár darabja, az etüdök is színen volt. A legnagyobb tapsot mégis a gyerekek és a fiatalok kapták. Látható volt a Pakita Szvit polonéze és mazurkája a Magyar Nemzeti Balett Intézet növendékei előadásában. Valamint Rafai Vetési Adrien Fádó című koreográfiája, a Magyar Nemzeti Balett Intézet tanulója Porkoláb Cecília a 2022-23-as évad kamaraművészek közreműködésével. Nagyon hiszek abban, hogy azok a gyerekek, akik felléphetnek, láthatják ezeket a sztárokat. Bennük is talán már el is indult az a fajta álmodozás, hogy egyszer ők is ott lesznek. Az est meghívott vendégművésze volt Inés McIntosh, a Párizsi Nemzeti Opera premier danszőze. Adonai Soaris a Stuttgart Balett principálja. Illetve Denis Cserevicskó, a Bécsi Állami Balett vendégprincipálja is.
lehet látni az, hogy azok a sztár táncosok, akik mondjuk a Covent Gardenben, vagy a Bálsolyban, vagy más színházban táncolnak, milyen fantasztikusok, és ehhez képest milyen fantasztikusok vagyunk mi is. Tehát a különbség igazából talán a célfotó. A gála napján adták át a Magyar Nemzeti Balett egy művészének, balettmesterének, illetve más közreműködőjének járó Solymosi művészeti díjat is, amit évente a decemberi diótörő sorozat vezéregyéniségének ítélnek oda. A díjat idén Sárkány István színpadmester vehette át. Haya Zsolt operaénekes megkapta a Magyar Állami Operaház legnagyobb elismerését. Ő lett a 2024-25-ös évad egyik kamaraénekese. Balatonon első bablevesével családja körében várt a stábunkat. Ismerjék meg közelebbről a kiváló baritont, Haya Zsoltot! És mi csak annyit érzékeltünk az egészből, hogy apa elment előadásra, másnap pedig ott volt az asztalon a hattyúdíj. Nagyon jó dolog, hogy olyan párom lehet, akire ennyire felnézhetek, és a lányok is nagyon büszkék rá mind a ketten. Én szerintem mindketten, ezt a Mimi nevében is mondhatom, mindketten nagyon felnézünk a szüleinkre, és mindig nagyon büszkék vagyunk rájuk, amikor egy ilyen különösebb elismerést kapnak. Elhivatott bariton, lányos apuka, lelkes férj, koránkelő kertész, első bográcsos, de gyakorlott szakács, aki hálával van jelen minden szerepében. Ahogy a Magyar Állami Operaház kamaraénekese cím átvételekor, a 2019-20-as évad után, 2024-ben másodszor is. Haya Zsoltot a Boris Godunov előadás tapsrendje alatt érte a meglepetés bejelentés. És akkor hangzott el ez a hihetetlen fanfár. És hát, bocsánat, azért a dolgok, mert egyszerűen még most se térek magamhoz. Hát óriási nagy megtiszteltetés, és hogy mondjam? Az látszott szerintem a felvételen is, abszolút nem játszottam meg magam, nagyon meghatódtam, és dadogtam, és alig tudtam utána megszólalni, amikor megkaptam ezt a díjat. Szóval ez nekem nagyon nagy dolog az én életemben, meg nekem ez nagyon nagy elismerés számomra. Legmerészebb álmomba sem mertem volna ezt elképzelni, hogy én másodjára is megkapom ezt a kamaraénekesi címet. Az Operaház legnagyobb elismerésének boldogságában úszva. Sziasztok! A Balaton déli partján Haya Zsolt a családi nyaralójuk meghittségében várt a stábunkat. Ez meg Miminek a bagja. Láttad egy kicsit, öcsikém? Ez az! Ez az! Jaj, de jó! Ez egy ilyen futóbagoly, különleges faj, csak itt terem. Én tenyésztem itt Balatonmária fürdőn. Élete kiemelt helyszínén a legfontosabb társasággal, közös játékszabályokkal. Nem, várjál, Mimi, apa, van egy... A gazda elszegényedett, játékosnak el kell adni az összes tojást. Akkor nem rabol a róka? Én, te... Én katált a húzok, te meg török. Mellette felesége a szintén operaénekes Rácz Rita. Három tojás, az egy csirke. Három csirke, meg egy tyúk. Mimi már nagyon jó. Jaj, de jó. A grafikusnak készülő Sári. Most jön a róka. És az állatorvosnak készülő Mimi. Nem. Hat. Úristen, de sok információ. Érdemes. Nem tudom, nálunk a macskák is lányok, úgyhogy tényleg 5 lány vesz engem körül otthon. Ezt értem, hogy milyen az lányok között érni. Mindannyian az Opera Café ismerős szereplői. A lányok felcseperedését adásaink is dokumentálják. Egyébként meg itt a kert. Meg lehet nézni nyugodtan. Számunkra nagyon fontos az a nyaraló. És vehet! Én egészen 22 éves koromig tévéből láttam csak a Balatont, és akkor én elhatároztam, hogy ha nekem egyszer lesz egy saját autóm, akkor az első utam az ide fog vezetni a Balatonhoz, ez így is történt.
És meg itt a gyümölcsfáink. Igaz, Mimi? Itt a barackunk. Ezt 2 éve ültettük, és ekkorára megnőtt. Az az alma, az már terem. Úgyhogy valószínűleg ősszel ő majd megy eladásra, ebből fog meggazdagodni, biztos. Ez egy különleges almafajta. Ne csavard le! Ne csavard le, jaj! Megfogadtam akkor, hogy a 6. ha szakad, akkor lesz itt egy nyaralóm. És hát ezt most sikerült elérni a feleségemmel, Rácz Ritával. Ez a 2 gyümölcsfa, ez pedig azért ilyen vicces, mert az egyik része az barackot terem, a másik pedig szilvát. Azt is megfogadtam, hogy ha egyszer gyerekem lesz, akkor mindenféleképpen úgy szeretném, illetve azt a közeget szeretném neki megadni, amit én is nevelkedtem gyerekkoromban. Ha nem is az a falusi feeling jött össze, hiszen azért a Balaton körül tölteni a nyarakat, az nem egy rossz dolog. Nagyon sok mindent azért a saját kezünkkel fejeztünk be, megkezdtünk el. Nem egy nagy valami, nem egy hatalmas nagy kastély, meg mit tudom én, de nekünk ez felér legalább egy egész rancssal. Fogadalmait betartja, terveit megvalósítja. Motivációja megtartását pedig nem ma kezdte. Elhatározása, hogy operaénekes lesz, gyerekkoráig nyúlik vissza. Debrecenből induló osztálykirándulás sorsdöntő operaházi állomással. Donizetti Don Pasquale-ja életre szólóan betalált. Szerintem nagyon nagy szerencsém van, hogy egy olyan művésszel láthattam először ezt a műfajt, az opera műfaját, aki nagyon meghatározó volt szerintem az opera életbe is, úgy egyébként a magyar opera életbe, illetve aki nagyon felnéztem, ő a Gregor József. Főleg fiatalom volt ez ugye, amikor én mentem a könyvtárakba és bújtam a CD-ket, felzárkóztattam magamat az opera irodalomból, hallgattam a régi nagy énekeseket, akár magyarokat, akár külföldieket. Nem tűztem ki magam elé célt, hogy most mit kell nekitől ellesni, de ezt így valahogy mind magamba szívtam. Az operaház színpadán helyén érzi magát. 2008-as debütálása óta lelkesedése töretlen, karakterformálásait mélyre engedi, önazonos a romantikus operák jegyeiben, ahogy a kortárs művekben is. Eleve, amikor az ember belép az operaházba, akkor már hálát érez, hogy egyáltalán ott lehet és hogy a színpadon állhat, ez lehet a hobbija, abba a szentélybe, abba a templomba léphet be. Kimagasló alakítást nyújtott Ötvös Péter Baluska című opera ős bemutatójának címszerepében. Az egy másik olyan dolog volt az én életem, amikor nagyon meghatódtam, és nem tudtam abban a pillanatban, illetve órák hosszat utána magamhoz térni, hogy most az hogy lehet, hogy egy ilyen kis debreceni gyereknek itt egy ekkora hatalmas nagy zeneszerző világhíresség szerepet ír. Mutatom az égi testek mozgásának egy rendkívüli eseményt. Ugye láttuk együtt, amikor a Papagénót énekelt a Varázsfuvalában? Igen. Emblematikus szerepei között ott van még a többi közt Fáke ügyvéd a Denevérből, Jelicki herceg a Pikdámából és Szilvió a Bajátszókból. 2024 nyarán a Sevillai Borbély Margit szigeti bemutatójában alakítja Figarót, egyik első operaházi szerepét, amit a következő évadban is énekel. Folyamatosan tanulom tőle az alázatot, a szakma felé, a szakma iránti alázatot. Azt, hogy ő a hátán fát lehet vágni, tehát hogy iszonyatos türelme van a szakmán belül is, a próbákon belül. Ami ilyen nagyon sorsfordító volt, vagy a Jóisten akarta, hogy így legyen, az, hogy összejöjjek a feleségemmel, Rácz Ritával, és legyen egy családunk. Én úgy érzem, hogy ez a legmegfelelőbb alkalom arra, hogy most a művésznő kezét én megkérjem.
és a családban otthon egy olyan bázis, egy olyan háttér, egy olyan stabil támaszom, mint férfi, mint férj, mint apa, hogy így ő mellette azt érzem, hogy bármi történik körülöttem az életben, semmi baj nincs, mert hazamegyek, és otthon béke van. És az az igazság, hogy nagyon, nagyon régóta vágytam egy ilyen párra, és hálás vagyok, hogy megkaphattam őt. Örülök, hogy így elismerik az én munkámat. Szóval nagyon boldog ember vagyok ilyen szempontból tényleg. Sőt, minden szempontból, hiszen családom körében is mindent megkapok, minden támogatást. Gyönyörű szép családom van, imádjuk egymást Ritával, úgyhogy meg a gyerekekkel, úgyhogy ez egy tökéletes élet. Ez volt ma az Opera Café. Jövő héten színpadon az Aida, a Rigoletto és a Kalóz, a Margit-szigeti szabadtéri színpadon pedig a Sevillai Borbély. Találkozzunk az operában, mert élőben az igazi.